Az egyenlő bánásmód hatóság egy országos referenshálózattal rendelkező autonóm államigazgatási szerv, így minden megyében van egy-egy szakember, akihez fordulhatnak az érintettek. Itt jogi felvilágosítást adnak a lehetőségekről, valamint ha panasszal akar valaki élni a hatóság felé, akkor segítenek számukra elkészíteni a panaszbeadványokat. Az egyenlő bánásmód hatóságnak, mint országos hatáskörű szervezetnek az a feladata, hogy a hátrányos megkülönböztetés ellen fellépjen. Ez egy törvényben meghatározott felsorolást jelent, hogy milyen tulajdonságok, milyen védett tulajdonságok vannak, amelyeknek a diszkriminálása esetén a hatóság felléphet. Ide tartozik az, hogyha valakit a kora, a neme, a szexuális beállítottsága, politikai vagy vallási nézetei, betegsége, fogyatékossága miatt esetleg hátrányos megkülönböztetés ér. Ilyen lehet a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás és a jogellenes elkülönítés, valamint a megtorlás. A hátrány szenvedett személy teljesen ingyenes segítséget kaphat, ha felkeresi a megyei szintű irodákat. Nyíregyházán ezt megtehetik a Búza tér 20 szám alatt, a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének székhelyén, valamint a Mártírok tere 9 szám alatt, a Hieroteosz egyesületnél. Az időpontokról érdemes az egyenlőbánásmód.hu oldalon tájékozódni. A folyamat gyakorlatilag egy panasszal kezdődik, ahol a hátrányt szenvedett személynek mindössze valószínűsítenie, nem pedig bizonyítania kell azt, hogy őt valamilyen hátrányos megkülönböztetés érte. Ekkor a panasz alapján a hatóság vizsgálatot indít, és a bepanaszolt fél dolga az, hogy bebizonyítsa, hogy ő nem alkalmazott hátrányos megkülönböztetést, vagy ha alkalmazott, akkor az törvényesen megengedett volt, illetve annak racionális oka volt. Ha az eljárás során bebizonyosodik, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megsértették, a hatóság elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését. Nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát, akár 50 ezer forinttól 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, valamint dönthet az eljárási költségről úgy is, hogy azt a jogsértő fél köteles viselni. A hatóság vizsgálatára és jogsértést megállapító határozatára hivatkozni lehet, kártérítési és munkajogi perekben illetékes bíróságok előtt is.